István királynak szíve gazdagsága. Szent Imre herceg kemény tisztasága. László királynak vitéz lovagsága. Ó, ha csak ezt látnád, Szent Erzsébetből összeretett három, Margit imái vezekelve szálló, minket hiába, Uram, ne sírhasson, áldott boldog asszony, minket hiába, Uram, ne sírhasson, áldott boldog asszony. Mária, Mária, kinyílt rózsa, néked szeg angyalok koszorúja. Mennyei trónodról tekints le rám, áldásodat várjuk, édes anyám. Mennyei trónodról tekints le rám, áldásodat várjuk, édes anyám. Örvendez áldott szűz, dicsőséges, mindenek felett szép, ékességes. Boldognak mond téged, és magasztal minden nép a földön, s minden angyal. Boldognak mond téged, és magasztal minden nép a földön, s minden angyal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Egész világon mai vasárnapon a naptár szerinti 23. vasárnapot ünneplik. Mi itt Opusztaszeren megemlékezünk a szeri búcsúról is, amely Mária születésnapjához, magyar nevén Kisboldogasszony ünnepéhez kötődik, amely szerdán lesz. Szeretettel köszöntöm az opusztaszerieket, a vendégeket. Mindannyiunk nevében szeretettel köszöntjük Maruzsa Zoltán államtitkár urat, díjazottat az idén. Másik díjazottunk, Vízkeleti Marian, sajnos nem tudott részt venni ezen a mai szentmisén ünnepségen, ő majd máskor veszi át a díjat. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult szívvel és megújult lélekkel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkkal és Istenünk. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez!
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőség nevén. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten. Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk, te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket, te adhatja jó világ bűnt, irgalmaz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus. A Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Kérünk Istenünk, add meg nekünk házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a boldogságot szűz Isten anyaságában felvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Mondjátok a csügget szívünknek, bátorság, ne féljetek. Íme eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek, akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozni majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve örvendezve újjong, mert a vizek fakadnak a pusztában, és folyóvizek a sivatagban. A száraz vidék tóba változik, a szomjas föld vizek forrásává. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Szent Anya üdvözlés, el a király, ki földet vegett ott századok óta, irodalmas erővel. Szent Anya üdvözli, feszülted a király, ki földet vegett ott századok óta, irodalmas erővel. Az én szívem ünnepi szózattól árad, zengem dalomat a királynak. Ékesség ömlött el ajkadon, megáldott téged örökké az Isten. Szent Anya üdvözli, te szülted a király, ki földet eget tart századok orrán, birodalmas erővel. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szent Lélek Istennek,
miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Szent Anya, üdvözlő légy, beszülted a király, ki földet, eget, ad századokon át, birodalmas erővel. Szent Lelke Szent Jakab leveléből. Testvéreim, ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók. Amikor közösségetekbe belép egy férfi, pompás öltözékben, aranygyűrűvel az ujján, és belép egy szegény is, elnyűjt ruhában, figyelmetek a pompás öltözékű felé fordul, és így szóltok hozzá. Foglalj itt kényelmesen helyet. A szégyennek meg azt mondjátok, szegénynek, állj oda oldalra, vagy ülj ide a zsámolyhoz. Hát nem megkülönböztetés ez? Ne ítélkezzetek szívetekben, részrehajlón, helytelenül gondolkozva. Hallgassatok ide, szeretett testvéreim! Hát Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, amely azoknak, akik őt szeretik. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Alleluja, 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 alleluja. Jézus hirdette országának örömhírét, és minden betegséget meggyógyított a nép körében. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus elhagyta Tírus vidékét, és Szidononon át a Galileai tóhoz ment, tíz város határába. Itt eléje hoztak egy dadogóva beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. Jézus félre vonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintette az égre, fohaszkodott és így szólt, Effeta, azaz nyíld meg. Azon nyomában megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szelfoglaló csodálkoztak, és hangoztatták, csupa jót tett. A süketeket hallóká teszi, a némákat pedig beszélők ki. Ezek az evangélium igéi. Áldom téged, Krisztus! Kedves testvérek, a szentmise elején, amikor rövid csendet tartottunk, lelkiismeretvizsgálatot, megszólalt véletlenül egy mobiltelefon, nem tudom, hallották-e. Ennek általában nem szoktak örülni, de én azt mondom, hogy hát, ha valakinek a lelkiismerete szólalt meg, és még másokat is indított erre, úgyhogy nagyon helyes. Mai evangéliumban és a másik két Szentírásból vett olvasmányban, amelyek ma egész rövidek voltak, három nagyon egyszerű, mindenki számára aktuális üzenetet fogalmazhatunk meg a Szentírás felolvasott szövegei alapján. Az evangéliumban Jézusnak egy úgymond csodáját hallottuk, meggyógyít egy embert. Ha figyeltünk, hogy milyen technikákat alkalmaz, akkor Covid idején ez nem lenne elfogadható, ha sikerül emlékezni, hogy milyen módszert használ. De igazából egy süket néma, egy hallás sérült, egy fogyatékos embert gyógyít meg.
Itt is látjuk azt, amit Jézus úgymond csodáinál máskor is, hogy nem a látványosságra törekedett, mert nem varázsló volt, vagy mágus. Nem minél látványosabb dolgokat tett, hanem a csodái egész egyszerű, sokszor szinte észrevehetetlen jelei voltak annak, hogy Isten irgalommal, szeretettel közelít a szenvedő emberhez. Mikor találkozott egy beteg emberrel, nem azt mondta neki, hogy ó, szenvedjél csak türelemmel, majd a jó Isten megjutalmaz a mennyországban, hanem meggyógyította őt. Ezt teszi a mai evangéliumban is. Ehhez képest gondolkodhatnánk azon, hogy mi ebben a nagy hír. Ma mondjuk Róvó László rektor, professzor úr a Hül gyógyászati vagy klinikán naponta, élek kisebb-nagyobb műtéttel ugyan, de nagyon sok embert gyógyít vagy meggyógyít. Mégsem hír mindenki számára, főleg nem 2000 év múlva. Jézusnak ezt a gyógyítását pedig most 2000 év múlva is halljuk. Nyilván azért, mert valami üzenet van benne. Az, hogy meggyógyít egy hallássérültet, egy néma embert, aki csak nehezen tud hangokat kiadni, azt jelenti, hogy valakit, aki nem tud igazából kommunikálni az emberekkel, meggyógyít, és alkalmassá teszi arra, hogy könnyen kommunikáljon. De itt is látjuk, hogy az igazi csoda nem ez. Hasonlóan mondjuk egy másik jól ismert epizódhoz az evangéliumban, az úgynevezett kenyérszaporítás csodáját gondolom mindenki ismeri. Jézus egész nap hatalmas tömeget tanít, este már haza kéne menniük, de nincs ennivaló, enni akar nekik, hogy ne dőljenek ki az úton, de nincs. Oda megy valaki jó szándékkal, felajánl néhány sült halat meg kenyeret, de ez nevetségesen kevés mindenki számára. Mégis Jézus elfogadja, megáldja, kiosztják, és mindenkinek bőven jut, több ezer embernek. De a csoda nem a fizikai része a dolognak, hanem a lelki. Nem az, hogy mindenkinek lett ennivalója, lehet, hogy korábban csak maguknál tartották, elrejtették, úgy gondolták, hogy majd zsebből eszünk, hogy ne kelljen mást kínálni. Begubóztak, önző emberek voltak. Jézus hatására ezek az emberek kinyíltak egymás felé. Megosztották, amiük volt. Nyilván Jézus is kellett hozzá. De ez a tömegként viselkedő embercsoport Jézus hatására közösségé vált. Ez az igazi csoda. Ebben a mai epizódban is nem az a csoda, hogy Jézus meggyógyít egy beteg embert, hanem az, hogy ami belül történik a beteg emberrel. Egy dolog, hogy nem tudod beszélni, könnyen kommunikálni másokkal, de sokkal nagyobb is Jézus erre mutat rá, ha valaki lelki, szellemi értelemben süket és néma. Nem véletlenül, ha valakit nagyon értetlennek tartunk, és nem akarunk csúnyábbat mondani, akkor azt mondjuk, hogy te süket. Vagy süket vagy. Sokszor tapasztaljuk, hogy hiába beszélünk magyarok magyarokkal magyarul, és mégse értjük egymást. Sokszor az a benyomásunk, hogy direkt nem akarjuk egymást érteni. És ez a lelki, szellemi süketség, süketnémaság és némaság, a kommunikáció ellehetetlenülése sokkal nagyobb betegség, mint a fizikai betegség. Jézus erről beszél. És ő az, aki meg tudja oldani, és meg tudja gyógyítani ezt a lelki betegséget is. Mert lelki, szellemi értelemben sajnos a gyarlóságaink, bűneink miatt mindannyian lelki süketnémák vagyunk. Nem tudunk igazán kommunikálni Istennel sem, és nem tudunk igazán kommunikálni egymással sem. Sokszor. Jézus az, aki lelki értelemben is meg tud bennünket ilyen módon gyógyítani. Hogy tudjunk igazán kapcsolatot alakítani, kommunikálni Istennel, és tudjunk egymással is igazán valóban kommunikálni. A Szentleckében a középső olvasmányban a három közül a Szentírásból nagyon egyszerű, rövid epizódot hallottunk a 2000 évvel ezelőtti közösség egyik problémájával kapcsolatban, ami ma is gond más módon. Hallottuk, az apostol azt mondja, kicsit figyelmezteti a közösséget,
akik vasárnap összejönnek a misére, hogy hát Jézustól tudjuk, hogy egymás testvérei vagyunk. Emberi méltóság szempontjából egyformák vagyunk, nincs különbség köztünk. Akkor miért vagytok személyválogatók? Mert azt látja, hogy jönnek az emberek a közösségbe, aki egész nagyon esetleg rongyos, szegényes ruhában van, egyből azt mondják, hogy ülj oda a zsámolyhoz, vagy ülj oda hátra, meg valaki nagyon kiruttyantja magát, akkor azt mondják, hogy gyere előre, légy szíves, fogd le helyet itt elől. És azt mondja, hogy ne legyetek személyválogatók. Nem csak a külsőségekről szól ez természetesen. És nagyon jól tudjuk, hogy ez minden társadalmi, közösségi együttélésben problémákat jelent. Nem mondok mást, ma hányan használnak státuszszimbólumokat, nincs is szükségük rájuk sokszor, vagy meg se engedhetnék egyébként, de hogy ilyenek legyenek, úgy gondolják, hogy ettől majd a mások többre fogják őket nézni. Nagyon sok ilyet ismerünk, sajtóban is olvasunk róla, látunk a saját életünkben is. Van, aki ilyenkor megirigyli a másikat, az értelmesebb emberek meg ilyenkor kinevetik a másikat. De mi magunk is sajnos néha hajlamosak vagyunk arra, hogy azt higgyük, hogy a vagyoni helyzetünk, társadalmi beosztásunk következtében a társadalmi rangunk, vagy netán bármi más miatt mi különbek vagyunk. És megfeledkezünk arról, amire figyelmezted az apostol és az evangélium is, hogy igazából abból ítéljük meg magunkat, és annak alapján kérjünk megbecsülést mások részéről magunk felé, és mi is ugyanígy tegyünk másokkal, hogy mennyi igazi emberséget látunk magunkban, tapasztalunk, gyakorlunk, illetve másokban. Az első ószövetségi szentírás pedig még egyszerűbb üzenetet mond. A választott nép, ószövetségi választott nép a történelme folyamán nagyon hozzánk hasonlóan, megjegyzem. Nagyon sok történelmi viharon kellett, hogy átmenjen. Sokszor zsákutcába érezték magukat. Nagyon sok szenvedéssel, nyomorúsággal, sokszor a megsemmisülés szélén érezve magukat kellett megküzdeniük. Sok mindennel próbálkoztak. Szövetségkötés, fegyver, stb. És a próféta vigasztalja őket, hogy nagyon sok nyomorúságunk van, társadalmilag is, nemzet szempontjából is, egyén életünkben is. Isten az egyedül, aki ezekre végső megoldást, gyógyulást tud adni. Magyarul nagyon sok gonddal küszködünk, nagyon sok nyomorúság ér bennünket, az egész történelem szintjén, az egész társadalom szintjén, saját magán életünkben is. Isten nem akar helyettünk megoldást adni, de nélküle mi sem tudunk megoldást találni. Próbálhatunk sok mindennel, próbálkozhatunk, tudomány fejlődése, sok minden lehetségesé vált, de ha Isten nélkül akarjuk a gondjainkat megoldani, akár egyéni életünkben, akár a közösség életében, akkor az mindig csak újabb gondokat fog szülni, vagy zsákutcába vezet. És ez igaz az egész társadalomra nézve is, és igaz a saját egyéni életünkben is. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és élhetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk,
mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Forduljunk testvéreim bizalommal Istenhez, hogy kéréseink mindig megfeleljenek az ő szándékának. Add, Urunk, hogy Szent Atyánk Ferenc pápa és az egyház pásztorai korszerű és meggyőző szóval hirdessék Szent igédet. Kérünk téged, hallgass minket. Add, Urunk, hogy minden ember felemelje az Anyádon készítő hallgasságukat. Add, hogy híveink szívünkben fogadják és életünkkel meg is valósítsák tanításodat. Add, hogy betegeink és magukra maradt embertársaink soha ne nélkülözzék az irgalmas testvéri segítséget. Add, hogy elhunyt testvéreink boldog feltámadására ébredjenek. Engedd Istenünk, hogy mindig hittel hallgassuk tanításodat, és bátran képviseljük jó téteményeidet, és tanúskodjunk róluk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Üdvözlik a Hárió, Olasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok közül, és áldó a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkoztál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Üdvözlik Márió, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok közül, és áhájtó a te méhednek gyümölcse, Jézus. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, egyszülött fiad embersége legyen segítségünkre, hogy aki Szűztől születvén anyjának érintetlenségét nem csorbította, hanem megszentelte, emeljen ki minket vétkeinkből, és áldozatunkat tegye kedvessé előtted, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Remeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de különösen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általattad nekünk fiadat, üdvözítő Úrunkat, Jézus Krisztust. Téged általad dicsőítenek az angyalok és a szentek, velük együtt mi is hálás szívvel vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséget betölti a mennyek és a földben. Hozsanna a magasságban, áldott
aki ül az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk téged. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletesi a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tied mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus feltámadása után így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te
elveszett a világ bűnei, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszett a világ bűnei, adj nekünk még. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet.
könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy egy házad, amelybe szent lakomáddal új erőt öntöttél, méltán örvendezzék a boldogságos Szűz Mária születésének, mert ő lett az egész világ reménye és üdvösségünk hajnala, Krisztus, a mi Urunk által. Yeah.
Kedves vendégeink, tisztelt ünneplő közönség, magyarok határon innen és túlról. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark nevében szeretettel köszöntöm Önöket, minden kedves zarándokot kiemelt ünnepünkön, a szobori búcsún. Az ünnepi szentmisén közreműködött a Kisteleki Harmónia Egyesület kórusa Harmat József kántor karnagyúr vezetésével. Az iménti percekben Kájoni János, Szalai Olga, Fábri Géza, Mária Országa című művét hallhattuk Fábri Ivánovics Tünde és Fábri Géza előadásában. Ez az előadás vezette be az idei esztendőben a Szer üzenete díjátadást, amelyre hagyományosan a püspöki szentmise keretein belül kerül sor. Több mint 100 éves hagyományokat elevenítünk fel minden év szeptemberében a szobori búcsún, amikor az Árpád emlékmű, vagyis a szobor szomszédságában Szent Misével egybekötött megemlékezést tartunk. Az ünnep eredeti üzenete Árpád, a honszerző fejedelem, és az ő emlékezetét éltető középkori monostor alapítói. 2007-ben Árpád vezér halálának 1100. és az első szobori búcsú 110. évfordulója alkalmából az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Szer üzenete néven kitüntetést alapított. A díjat, vagyis a monostor ásatása során fellelt íjas ezüst pecsétgyűrű másolatát évről évre olyan keresztény magyar embereknek szánjuk, akik közösségépítő, nemzetmegtartó munkájukkal és példamutató életükkel segítenek Ópusztaszer üzenetét mind több embertársunkhoz eljuttatni. Engedjék meg, hogy ismertessem a gyűrűvel együtt járó oklevél szövegét. Íjat fogtam, hogy célt találjak. Pusztaszer mítoszát Anonymus és a szeri monostor szerzetesei teremtették és őrizték. Az újjáélet szobori búcsún szerüzenetét egy itt fellelt gyűrű segítségével kívántuk megjeleníteni. Ahogyan a mítosz, úgy a gyűrű is a monostor kerengőjéből származik. Az ezüst pecsétgyűrűn ábrázolt ősi fegyverben rejlő erő egy magasabb rendű küzdelem jelképe. Az előremutató nyíl és a megfeszített íj belső feszültségi zónájában található kereszt és holdnap ábrázolások a kereszténység és a nemzeti életösztön akaratát szervezik nemes egységbe. Tehát egyszerre érzékelteti használója törekvését az égiek felé egy magasabb szellemiség irányába, és fejezi ki az európai nemzetté vált magyarság evilági céltudatosságát. A két egymás mellett futó tartalom a lövés pillanatában áll össze egységes képpé megfogalmazott üzenetté, amit az elementáris erővel kirobbanó nyilvessző 1000 éves távolságból juttat el hozzánk ma élő magyarokhoz. Az üzenet közlői magyar emberek, kulcsszereplők, akik életútjukkal és áldozatos példájukkal tárják elénk Szer üzenetét. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ünnepi kollégiuma a mai napon a Szer üzenete díjat dr. Vízkeleti Mariannak adományozza. Kérem, hallgassák meg a díjazott méltatását. Dr. Vízkeleti Marian 1980-ban az ELTE állam- és jogtudományi karán szerzett állam- és jogtudományi doktori diplomát. 6 éven át a Pesti Központi Kerületi Bíróságon dolgozott, ahol a jogi szakvizsga megszerzését követően bíróvá nevezték ki. A 3. gyermeke születését követően a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Nőpolitikai és Családvédelmi Tanácsának titkára, majd 1989-től a budapesti 54. számú ügyvédi iroda ügyvédje lett. 1992-ben Antal József miniszterelnök kabinetirodájának tagja, majd 1994-től újra ügyvédként tevékenykedett. 1998-ban a miniszterelnöki hivatal általános jogkori politikai államtitkárának kabinetfőnöke,
majd a miniszterelnök gazdaságpolitikai titkárságának vezetője és a miniszterelnök gazdasági tanácsadó testületének titkára lett. 2004 és 2010 között az országgyűlési hivatal szakmai főtanácsadója. 2010-ben a köztársasági elnök a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkárává, 2 évvel később a miniszterelnök a Központi Statisztikai Hivatal jogi és gazdálkodási elnök helyettesévé nevezte ki. 2015-től 2020 májusáig az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkáraként tevékenykedett. Jelenleg a miniszterelnök felkérésére az állami szervek működésének elemzéséért felelős miniszterelnöki biztosként látja el feladatait. A közigazgatás területén végzett kimagasló szakmai munkájának elismeréseként 2002-ben Batthyány Lajos díjban részesült. Hivatali munkája mellett számos szervezetben vezetői tisztséget tölt be. A Széll Kálmán Alapítvány kuratóriumának alapító tagja, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia Társadalmi Tanácsadó Testületének elnöke, a Gál Ferenc Egyetem Tanácsadó Testületének elnöke, a Friends of Hungary Alapítvány, a Szer Üzenete Alapítvány, valamint a Hermina Alapítvány kuratóriumának tagja, emellett a Mádülkör és a Százak Tanácsa tagja is. A díjazott a díjat egy későbbi időpontban veszi át. Az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ünnepi kollégiuma a mai napon Szer Üzenete díjat adományoz dr. Maruzsa Zoltánnak. A díj átadása előtt kérem hallgassák meg a díjazott méltatását. Dr. Maruzsa Zoltán 1977-ben született. Gyermekkorában Bács-Kiskun megyében Sükösdön nevelkedett, középiskolai tanulmányait Baján végezte. 2001-ben végzett az ELTE bölcsészettudományi karán történelem, német és politika elmélet szakon. Az intézmény történettudományi doktori iskolájában 2005-ben szerzett PhD fokozatot. 2003 és 2011 között a Bajai Eötvös József Főiskola tanársegédje, majd adjunktusa, 2008-tól az ELTE BTK Történeti Intézetének egyetemi adjunktusa, illetve a Történeti Intézet titkára lett. Tanulmányai során részképzésben vett részt a Bécsi Egyetemen, kutatott Berlinben, elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bójai János kutatási ösztöndíját. Kutatási területe a hidegháború diplomácia története, különös tekintettel a bipoláris rendszerben folytatott osztrák semlegességi politikára, melyből doktori disszertációját is írta. 2013-ban habilitált, ennek kapcsán a II. Világháború utáni német újrafegyverkezés történetét dolgozta fel. Egyetemi tanulmányai során aktív szerepet vállalt a hallgatói önkormányzati munkában, tagja volt az ELTE szenátusának, később az egyetemi doktori tanácsnak. Kapcsolatba került a Rákóczi Szövetséggel, melynek 2001 és 2003 között irodavezetője, majd 2008-ig ifjúsági titkára volt. 2002 óta minden esztendőben, tehát idén a 20. esztendeje, szervezője a Bajai Anyanyelvi Tábornak, amely a nyugat-bácskai magyar általános iskolásoknak biztosít tartalmas nyári kikapcsolódást, egyben lehetőséget magyarságuk megerősítésére. 2001-ben egyetemi barátaival megalapították a Tisza István Baráti Társaság Egyesületet, amely szervezet Maruzsa Zoltán elnökletével jelentős szerepet játszott a néhai gróf Tisza István miniszterelnök emlékének ápolása és hiteles bemutatása kapcsán. Maruzsa Zoltán 2001 és 2007 között a tehetséggondozással foglalkozó Matthias Corvinus Kollégium középiskolás programjának vezetője volt. 2009 és 2011 között a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma elnöke volt, jelenleg is tagja a Bethlen Gábor Alapkuratóriumának.
2012-ben, immár 9 esztendeje szegődött kormányzati szolgálatba. Akkor felsőoktatási helyettes államtitkárként, később az oktatási hivatal elnökeként, miniszteri biztosként, 2017-től köznevelésért felelős helyettes államtitkárként, 2019-től pedig köznevelésért felelős államtitkárként szolgálja a magyar oktatás ügyét, sosem keresve, de mindig felvállalva a konfliktust a destruktív erőkkel. Munkája során kiemelt figyelmet fordít a hazafias nevelés ügyére, nem csak a mai Magyarország területén, hanem külhonban is, a Kárpát-medence minden régiójában aktív, a legaktívabb talán a Délvidéken. Felkérem Kertész Pétert, az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ügyvezető igazgatóját a díj átadására, a díjazottat pedig a díj átvételére. Köszöntöm én is az egybegyűlteket, meg vagyok hatva, és nagyon szépen köszönöm ezt az elismerést. Első gondolatom az lehet, hogy Vízkeleti Mariannak ezúton is jobbulást kívánjak. A második pedig az, hogy ahogy talán ebből a laudációból is hallatszott, egész életem során az oktatás ügyével volt szerencsém foglalkozni, oktatóként is, illetve most pedig az állami igazgatáson belül. És ugye a kormányzati pozíciókat ugyan senkinek sem dolga, hogy rangsorolja, de azt gondolom, hogy egy olyan területre vezényelt a Jóisten, amely talán egyre fontosabb lehet az identitásunk megőrzése terén. Hiszen ami evidencia volt adott esetben évszázadokon át, hogy az oktatás az egyház és a nemzet dolgával szoros összhangban volt, az azért ma a nyugati világban egyáltalán nem biztos, hogy így van. És talán egyre több olyan ügyünk van, egyre több olyan tevékenység, ahol bizony oda kell figyelni, hogy az oktatás ügye az a nemzet ügyét, az egyház ügyét, a test, a lélek és a szellem ügyét szolgálja, szolgálhassa. Én nagyon szépen köszönöm ezt az elismerést, és igyekszem méltó lenni arra, hogy mindig a szemem előtt tartsam a nemzeti nevelés és az egyházi nevelésnek a dolgát, az ügyét. Azt gondolom, ez kiemelt fontosságú a jövőre nézve is. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig felállva fogadjuk a püspöki áldást. Szép dolog lenne a püspöki áldás, de ennél sokkal többről van szó. Jóisten áldását kérjük mindannyian. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldte el a világnak a megváltás kegyelmét, adja rátok bőséges áldását. Amen. Érezzétek mindig és mindenhol a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Amen. Ma pedig, amikor az ő ünneplésére állítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonaitokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békében. Istennek legyen hála. Isten áld meg a magyart, jó kedve bőséggel, nyújts feléje védő áll a közdellenséggel.
Krisztus is.